Újabb magyar segítséget kaphatnak az iszlám állam áldozatai, azok a jázidi nők és lányok, akiket a terrorszervezet elrabolt és rabszolgaságba kényszerített. A tervek szerint más uniós országokkal közösen tovább fejlesztik a már létrehozott szakképzőközpontokat. Emellett a Hungary Helps program segítségével egy új örménytemplom is épült. Iraki Kurdisztánból Novák András tudósít. Jazidi gyerekek fociznak ebben a menekült táborban, iraki Kurdisztánban járunk, Kanke településen. Ebben a központban több mint 14 ezeren élnek. A Hungary Helps, az ökumenikus segélyszervezet és a Free Jazidi Alapítvány közösen egy szakképző központot hozott létre, ahol jazidi nők százai tanulhattak és kaphattak munkát, illetve lehetőséget egy új életre. Ebben a pékségben már az általuk készített süteményeket árulják. Oktatási, szakképzési és rehabilitációs programokat indítottunk a jazidi áldozatok megsegítésére. A legfontosabb cél, hogy ne csak munkát, hanem egy teljesen új életet és jövőt tudjunk nekik biztosítani, mondta az alapítvány vezetője. Igazán ideális az lenne, hogyha a jazidiek visszatérhetnének a szülő hazájukba, és ott tudnák megteremteni az életet. Tehát mindenképpen tervezünk a jövőben Szindzsár régióban, az elszárazási régiókban újjáépítési támogatásokat, de ennek a látogatásnak az lehet a hozadéka, hogy akár itt is, akár nyugati más kormányokkal együtt folytathatjuk talán a jövőben a szakképzési programot. Ez az asszony éppen azt mutatja, hol alszanak és hogyan élnek. Alig 10 négyzetméteren a két szülő és a 7 gyerek. A jazidi menekültek mellett az Örményegyház is kapott segítséget, méghozzá egy teljesen új templomot építettek nekik a magyarok. Érdekesség, hogy a különleges köveket egészen Örményországból hozták el ide Észak-Irakba, és abból építették fel a templomot. Egy ritkán látható pillanat. Örmény templom szentelése érkezünk Zakó nevű településre Észak-Irakban. Ők is magyar segítséget kaptak, ezért is tudták felépíteni ezt az új templomot. Az érsek megkérte Azbej Krisztán államtitkárt, hogy vegyen részt a szertartáson. Vízzel és borral kellett szimbolikusan letisztítania a különleges örmény keresztet. Az elmúlt évtized terrorista fenyegetései miatt egyre többen kényszerültek elmenekülni erről a területről is. Egy sorsfordító pillanat egy ilyen templom szentelés az egyházi vezetők, de néhány ember hívő, akivel itt beszéltem és elmondták, hogy az, hogy nem lerombolnak itt templomot az üldözőik, hanem épül egy új templom és egy gyönyörű komplexum, ezzel együtt egy közösségi tér, ahol dicséretik az Urat, ez megfordítja ezt a lélektani állapotot. A Hungary Helps miatt egy álom vált valóra. Megvalósították nekünk, és nagyon hálásak vagyunk, nagyon boldog vagyok, mert olyan célt értünk el, amely korábban elérhetetlennek tűnt, mondta Osogán Golgolyán örmény apostoli érsek. A Hungary Helps 270 millió forinttal segítette a templom felépítését.